következő percekben egy örömteli hírről szeretnénk beszámolni, hiszen fedett pályás VB szintet futott 60 méteres gáton Szeles Bálint. Így van, és hétvégi teljesítményéről kérdezzük a sportolót, illetve Petrovai Józsefet, az Egri Városi Sportiskola atlétikai szakosztálynak vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ja. Ezt a... Szeretnénk gratulálni először is. Már előre mindenhez, itt az adáson kívül már megtudtunk plusz információkat, amit majd szeretném, hogy ismét hangozzanak el, hogy a kedves nézők is megtudhassák sikereidet. De hol futottad a fedett pályás VB szintet, és mit akar -e egyáltalán ez másodpercekben, hogy mi laikusok is <laughs> megtudjunk mindent róla? Hétvégén volt a Budapesten egy verseny. Egyébként nem egy ilyen nagy vers, mint az országos bajnokság, vagy egy, egy nemzetközi verseny, csak egy ilyen kis Budapest ilyen meghívásos verseny, és nem is készültünk nagyon erre a versenyre, hiszen az országos bajnokság volt a fő cél, tehát edzettünk keményen, és akkor úgy mentünk el, de számítottam rá, hogy egyébként jó formában vagyok, hogy vagy egyéni csúcs benne lehet, na de hát ennyire nem számítottam rá, azért is lepődtem meg, és örültem meg a előfutamban elért 7,75 másodperces időmnek. Még egyszer, mennyi? 7,75. Jó. Fel kellett dolgoznom <gül> számok. <gül> igen, számokat. Igen. És akkor ezt a döntőbe még sikerült leforagnom 7,69-re, igen, már belezavarod. <laughs> Bocs, én miattam. <laughs> és, és, akkor ezt még sikerült ledolgoznom, és ez, ez akkor öröm volt ott, hogy az egész csarnak igazából felrobban, mert senki nem számított erre. Ami... Mekkora jelentősége van egyébként ennek a nagyon szép eredménynek? Hát az most úgy néz ki, mintha hogy a saját sportágamat, de, Jogottál. de, de úgy kell számolni, hogy az összes sportágok közül a második, ahol legjobb az volt versenyző van a világon. Tehát a atlétika a után a legtöbb igazolt atlétával számolt a világ, és a, legtöbb leigazolt versenyzők között, és a legnépszerűbb egyéni sportákat ként az is első helyen van, akkor azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon csúcs és top teljesítmény, hiszen nem csak, hogy 23 esen megfutott ezt a VB szintet, a fedett Pállás VB szintet, hanem utána rögtön a kollégáim még a verseny alatt már a utána néztek, és mondták azt, hogy, hogy te figyelj, ez Európa Langlistán 12. helyen, a világlanglistán, ahol benne vannak az amerikaiaktól kezdve a legmenőbbek, ahol már ott komoly, komoly felkészítési terv van, ott vannak, a, a 26. helyen van a bálintunk, és pláne még azt is megnézték, hogy de mivel a VB-n csak két ember futhat országonként, tehát a VB indulók között ő pedig benne van a 22. Be, tehát 22. helyen van a VB-n. Egyelőre, de hát reméljük, hogy, hogy meg fogja tartani ezt. Nem én, szeretnék, csak érdeklődésképpen, hogy mennyi munkával, meg mennyi időorat lehet eljutni idáig? Hát először mondja bárint, Igen. és utána majd el fogom mondani, hogy mit hagyott ki. Mi történt hát, az, az elmúlt 23 éve. év alatt? Tehát de születni is kell, gondolom, hogy genetikailag olyan legyen a, a rugóid. Kell egy, egy bizonyos sebesség, azért meg egy, egy mozgás koordináció az atlétikához. De nyilván, mint mindenki elmondja, a kitartás, az rengeteg edzés, az, az nagyon sokat segít. Én labdarúgással kezdtem, de ott igazán nem találtam a helyemet, ezért átálltam az atlétikára, mert mondták, hogy gyors vagyok, hát elhittem, ezért elmentem, de akkor még nagyon, nagyon lesú voltam, de, de lelkes, úgyhogy elkezdtem az atlétikát. Ez volt nekem tíz éve legalább, hogy, hogy neki álltam. A nevelőedzőmnél Fejes Péternél kezdtem el, és négy év után felkerültem Józsi bácsihoz. A felnőtt csapathoz ott edzettem, eleinte, hetente vagy heti öt edzésen volt, az még nagyon ilyen felkészülés szintű, mert nem lehet hirtelen elkezdeni a nagy munkát, mert abból kiégés lesz, meg sérülések, ezért az, az meg volt ez a kevés edzés. Mostanában már kicsit azért belelendültünk, mert heti 8-9 edzéseket csinálunk, kedden csütörtökön napi kettő, aztán szombaton még egy kondi edzés. Amikor hétvégén verseny szezon van, hát most akkor is tartjuk ezt a heti rengeteg edzést, mert a lényeg az edzés, és a felkészülési versenyeket és csak egy edzésnek tekintjük, és az országos bajnokság cél. Ezt ennyire aktívan meddig lehet űzni? Mondjuk hány éves korig van ilyen limit, vagy mindenki máshol hát, Nincs igazán limit, mert vannak olyan sprinterek, azt mondják, a sprinterek kiégnek és a dobóatléták azok 40 éves fölött is tudják. De itt azért vannak olyan sprintereink, világszintű sprinterek, akik 36-37 éves korukba is tudnak teljesíteni, vagy vannak olyan női futók, akik szülés után visszajönnek, és, és egyéni csúcsot, illetve olimpiai dobogot tudnak szerezni. Tehát ez, ez megint a genetikában van, illetve amit minden sportágban mondhatunk, hogy fejbendőlen minden. Tehát ha valaki úgy teszi oda magát, akkor ezt fel tudja dolgozni, hogy mit akar csinálni, és hogy akarja ezt, 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 a, ezt a sportágat végigvinni magán. A, a, az edzésekre vissza, hogy hogy lehet elérni, azt azért most én kiegészítem a bálintot, majdnem mindent elmondott, de nem mondta az, hogy na, a labdarúgásból kezdés, és az atletika. És erre, mint ahogy szokták mondani, hogy nem jött volna, nem jött volna létre ez, hogyha tényleg nincs a Fejes Péter kollégám, aki a tíziskolában Kevin Ferencben tanít, és egy olyan jó alapokat adott a Bálinnak, hogy nekem nagyon könnyű dolgom volt, mert egy általános képzést adott meg a Peti, illetve az, ami az emberi nagyságát, illetve az edzői hiúság, minden, hiú, minden edző hiú, de, de szörnyű. Tehát akár, mint a művészek vagy, tehát tényleg olyanok vagyunk és ő, ő a hiúságát, hogy majd ő a bánintal eredményeket el, és úgy gondolta, hogy akkor, akkor odajött, és azt mondta, hogy Józsi jobb kezekben van, és akkor csináljátok, mert, mert tényleg nagy tehetség. Tehát le a kalappal, hogy ezt tette, és szerintem ezért van itt bánint is közöttünk. Ha már Fejes Pétert említettük, hogyan látod, hogy az edzőit hogyan tudnak motiválni téged, mondjuk a kicsit rosszabb pillanataidban? Az edzők ugyanolyan lelkesek egyébként, mint az atléták, amikor Józsi bácsi vagy Peti bácsi és mindenki olyan lelkesen elindul versenyre, amikor edzésre megyünk, és mondjuk voltak egy időszakok, hogy Miskolcra utaztunk, és hétkor elindultunk, akkor én beszálltam kocsiba félig álmos, de Józsi báma már pörgött, hogy na, megyünk, edzünk, csináljuk, nagyon jó lesz, és akkor el is hittem, mire elértünk oda, és felébredtem, és az egyébként egy szinte motivál, hogy az Józsi bácsi is annyira lelkes az atlétika iránt, mint én. Mennyire tudod élni a, többi 23 éves normális, átlagos életét, így hogy te sportot választottad hivatásként, tehát minden napodat az edzést teszi ki. Nyilván minden odafigyelsz táplálkozásra, pihenésre, de marad idő barátokra bulizni akár, vagy erről most letettél egy időre? Vannak időszakok, amikor teljesen le kell tennem a, még a barátokról és a bulizásról és mindenről. Ilyen ez a versenyidőszak, amikor hétvégén lenne időm, de akkor ed vagy versenyzek. megértik körülötted? Megértik, szerencsére a barátaim tudják és támogatnak is a sportolásban. A barátnőm is teljesen annyira megértő, hogy mindenben támogat és semmi olyan nincsen. Akár fáradt vagyok, akkor jó, pihenjünk, csak feküdjünk, nem kell semmit csinálni, csak pihenjünk. Ezt szerencsére mindenki megérti, de nem, nem tudom azt az életet élni, mint amit az átlagosnak mondanék a én korosztályomra viszont nem is bánom, hiszen nekem ebben annyival több ilyen kihívás, boldogság, siker van, hogy ez az teljesen jó. Ja, rengeteg edzést említettél. Ezeket hogyan tudod kipihenni, hogyan tudsz regenerálódni. És ez mennyire fontos egyébként a sportolóknál? Ez nagyon fontos a regeneráció minden sportolónak. Ezért nagyjából, amikor egy ilyen hosszú nap után haza esek, megvacsorázok, leződök, és már dőlök is be az ágyba, és nagyjából kisekelek, amikor otthon vagyok, és nincs edzésem, akkor is igazából csak pihenek, fekszek. Én nagyon próbálok erre figyelni, hogy teljesen kipihenjen magam. Néha sikerül, néha azért érzem edzéseken is, hogy kicsit fáradt maradtam, de akkor ezt Józsibával meg tudjuk beszélni teljesen, és akkor kicsit visszaveszünk az edzésekből. És mondjuk nyár van, és elmész családod nyaralni mondjuk egy vagy két hétre, és akkor ott nincs lehetőséged a ilyen szigorú edzésre, akkor nagyon kizökkensz, és hiányzik is? Nem megyek el nyáron mm. nyaralni. ja, <laughs> ja, ja nincs. milyen buta kérdés. Ja, nincs. Ja, Volt, hogy elmentem három napra Magyarországon belül, de minden nap keresem, hogy a pályát, és megcsináltam az edzéseimet. Nincs. és akkor neked nincs, nem fér már az bele, hogy hobbiból még mondjuk úszol, vagy jogázol, mert, mert ez van és kész. Nem. Nem, fér bele. Nem, mert hobbiból alszik. Igen. <laughs> hobbiból iskolába járok. <laughs> ja, még tanulsz is. Igen. Itt tanulsz. Egyetemre járok Debrecenbe, mesterképzés, mert az alapot megcsinálta meg, a sportgazgazdász képzésre járok most Debrecenbe. Most gondolom, ott tolerálják, hogyha el kell tűnöd néha. hát szerencsére levelező képzés rugalmas, úgyhogy ott, ott, ott tudják tolerálni. És most hogyan tovább? Hát ezerrel, ezerrel, ami eddig is volt, tényleg nagyon sokat dolgoztunk, ahogy elmondta Bálint, és heti 8-9 edzéseket, és az egyezésnek az, az időtartalma nálunk nem másfél óra, hanem két és fél óra, van, amikor három óra is. Tehát ha az ember azt mondja, hogy egy nap dolgozik ők két edzésen, az azt jelenti, hogy 6-7 órát dolgozik igazán, és persze, hogy nincs kedve igazán semmihez sem, csak pihenni, pihenni, de szerencsére az egész baráti társasága az atlétákból áll, vagy volt atlétákból is, nagyon tolerálják ezt Báninnak. Hát az ezt az életet nagyon kevés ember tudja kiválóként tolerálni egy sportoló felén. Tehát, ha, ha akár férfi, akár nő sportolóról beszélünk, annak a párja, azért ez nem fogja, hogy szeretnék elmenni ide, és akkor ő az, pláne ő az a típusú, hogy amikor vége a verseny, vége az edzésnek, olyan, mint a lufi. Tehát meg, megfújjuk, kiukasztjuk egy és kész vége. Tehát ő, ő, szeret ellenni és szétfolyni, és ez egy párnak, illetve egy barátoknak is nehéz, de, de ezt tényleg nagyon jó csapattal van, a baráti társasága van, nagyon tényleg rendes a, a barátnője és hát ebbe már beszélgettünk is, hogy hogy fogják segíteni, mert innentől kezdve még durvább, még nagyobb az elvárás, hiszen jövőre lesz a 23-os világbajnokság, amit Budapest rendez, és ez a világ második legnagyobb versenye. Első, vagy harmadik bocsánat, első a, a labdarúgó világbajnokság nézettségi, meg, meg mennyiségben, utána az olimpia a második és harmadik pedig a világbajnokság. Ha most meg tudjuk azt tenni, hogy jövőre mi itt Budapesten a magyar emberek előtt tudunk versenyezni, vagy tud versenyezni, szerintem életálma álma, valós, vagy valósulhat meg ezért pedig úgy gondolom, hogy mindent megteszünk. Minden, mi, de ez kevés. Tehát ez kevés, hogy mi mindent megteszünk, mert a mai élsport az nem, arról, szó, nem csak arról szól, hogy az edzője és a versenyző megtesz mindent, hanem kell egy olyan háttér, ami segít. Sajnos még mi kevésbé vagyunk profik. El kell ismerni, hogy vidéki város vagyunk, és nincs olyan lehetőségünk, mint a budapestiek, fizikoterápiától kezdve sok-sok mindenig, dietetikustól, aki itt van, és profi, és már 30 éve az érsportolókkal foglalkozik, és az foglalkozna Bárintal, de próbálunk minden megtenni. És hát rengeteg, amit tetszik, hogy mit csinál mellett, tehát edzőtáborok, edzőtáborok, tehát még most is állandó edzők, minden hónapban voltunk edzőtáborban, november, december, január, Ez a fel, utána márciusban edzőtábor, ő. meg verseny, áprilisban, meg megint két hét, három hétre mondták, hogy menjünk, de nem vállaltunk a három hetet, csak két hetet, tehát két hetet És ezeket mind úgy tud megoldani, hogy egy a Városi Sportiskola azért sokat segít, meg most már a harmadik éve van egy szponzorunk, és sajnos ez az egy szponzorunk van, de, de, de ennek is nagyon örülünk, a Kazinci János a a tulajdonosa, aki, aki bízott a Bálintba, és azt mondta, hogy az ő szogenyének érek, hogy nagy gyaloggalok, vagy gyaloggakuk fussák, és a gyalog mindig akkor fölhívna, mit csinálhatja a gyalog kakuk. Elmondom, most jó, és mondom, a világban aki szintet csinált, azt szóval, mondom, jó van, akkor fusson tovább. Tehát itt rengeteg sok kellene, ami még kellene a bálinak a kiemelkedő teljesítményért, tehát hiány, nagyon sok hiányba szenvedünk. Hát itt van az például, amit mondott Bálint, hogy Miskolcra járunk, mert itt nálunk nincs megfelelő feltétel, egy fedett pályás felkészülésre, és heti kétszer oda de Pestre is följárunk. Tehát a, 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 le a kalappal bárint előtt is, mert más sportoló, mondjuk a pesti, vagy a nyíregyházi, az fölveszi, elmegy húsz percen, ott van az és kész. Mi meg utazunk másfél órát, vissza másfél órát, és dolgozunk így, meg hát mindenért föl kell menni Peste. De nem panaszkodom, mert a, a 69-es futása után szerintem engem, engem még a Splinter se ért volna autó, mert olyan boldog voltam, hogy csak lepkedtem jobbra balra meg hát ő is. Úgyhogy megyünk ezzel, és szeretnénk minél jobb eredményt elérni. És akkor, ha jól tudjuk, március közepén lesz a következő megmérettetés. Igen, a világbajnokság március 18-20, 20-án fog szerepelni, akkor futni. Hát itt a, a, cél, mivel ez óriási nagy verseny, hogy, hogy az előfutamból tovább kerüljön. Tehát előfutamból tovább kerüljön, és az már, az már hatalmas és hatalmas eredmény lesz. Ö, Pont edzőtáborból fogunk, úgyhogy hazajövünk egyedül edzőtáborból, és akkor szerdánál indulunk akkor a VB-re. Reméljük, hogy minden klapfol, és minden jó sikerül. Őszintén nagyon sok sikert kívánunk, mind a felkészüléshez, mind a versenyhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt köszönjük. voltak. Mi köszönjük szépen a meghívást.